Az első fordulóban mit játszottatok, és a mai mérkőzéstől mit vársz? Az első fordulóban kettő ügyet kikaptunk hazai pályán a Vasboldogasszony csapatától, sajnos a hosszabbítás utolsó perceiben, úgyhogy a mai mérkőzéssel mindenképpen javítani szeretnénk. Egy igazi szomszédvári rangadóra került sor, hiszen alsó pálkkal mindig nagyon izgalmas és jó mérkőzéseket szoktunk játszani. Bízunk abban, hogy ez ma is így lesz, és reméljük, hogy 3 ponttal távozunk a szomszédvár otthonából. Jól tudom, akkor egy másik csoportba jöttetek át. Így van, az előző bajnokságban a déli csoportban szerepeltünk. Ugye folyamatosan változnak a csapatok évről évre, és területi elosztás szerint történik az osztályokba sorolás, illetve a csoportokba sorolás. Idén szerencsére visszakerültünk az északi csoportba, így sok izgalmas rangadót játszhatunk a hozzánk közel álló csapatok, a Várvölgy, Keszthely, Jenes Riás, és többek között egy alsó park, úgy mint ma.